Köszönöm. Nem is tudom, mi lenne velem nélküled. Bocs a kellemetlenségért. Hálám üldözni fog. Ugyan semmiség. Várj csak, hozok valamit. Azt addig hagyd csak. Elnézést a kupiért. Jaj, most meg hogy mondtam, mindentől csak erre fogsz tudni figyelni. Amúgy nem eladó vagyok, hanem én vezettem az üzletet. Tudod, azért kell a pultban állnom, mert emberhiány van. Leépítések voltak. Mostanában nem ment túl jól a bolt. Ez tök jó. Mármint az, hogy te vezeted a helyet. Várj. Várj csak. Hova tettem? Egy perc. Aj, hol lehet? Ha, itt van. Tedd el a névjegykártyánkat. Biztos sokat dolgozol, és nincs időd eljárni otthonról, szóval ha kényelmesebb, mi házhoz is szállítunk. Nagyon finomak a sütijeink. Süti. Vagy inkább teljes vagy? Teljes? Nem igaz, megzabállok. Úgy értem, hogy sokan a teljes dolgokat szeretik jobban, mert könnyűek. Látom, nem nagyon szereted az édességeket. Megállás nélkül beszéltem. Egyedül vagyok az üzletben, és ezért tudod, nagyon unatkozom. De tényleg próbáld ki a sütijeinket. Mondd meg nekik, hogy Szeher kedvencét küldjék el neked a cukrászdából. Én pedig megleplek. Imádni fogod. Köszönöm. Biztos imádnám. Mármint a sütit. Szeretem a sütit. Itt hagyjam a létrát. Nem, vidd csak el. Már van nekünk egy. Nem akarom kidobni a régit. Megszerettem. Ragaszkodom a dolgokhoz. Akkor minden jót. Neked is. Annyira színes. Nagyon tetszik. Persze, hogy színes. Szenem stílusa. Szóval, Szenem, hol az a magazin? Megmutathatnád benne azt a ruhát, ami tetszik. Jansu véletlenül kidobta, drágám. Majd elmegyek a boltba és megnézem élőben, ha megvan még. Szuper! Legalább van egy jó ürügyünk, hogy lássalak. Jansu, téged is várlak szeretettel. Terveztem fiatal lányoknak is ruhát, neked valót. Rendben. Úgy sem ártana pár új ruha. De minek is, úgy sem jársz el itthonról. Amúgy ki se kell mozdulnod, hogy megnézd anya ruháit. Ferie úgy is hordja őket. Hűha. Milyen nagy lelkű gesztus. Egy igazi celeb. Ne olcsó utánzatokban szerepeljen. Ferie nem sokára megházasodik. Nem szerepelhet sehol. Mi? Véletlenül meghallottam. Kiköltözik a gondnoki lakásból. Megkérték Ferie kezét. Hogy? Nem hiszem el. Azt hiszem, láttam is őket. Hogy lehet? Láttad őket? A bajszos férfit, ugye? Mit csináltak? Nem tudom, valamit adott Feriának. Nevetséges házasság? Egek, de hát még tanul. Lehetetlen, hogy hozzá akar menni ahhoz a pasihoz. Elég nagy hangzavar volt lent. Hallottuk, hogy veszekszenek. Nem kérdeztem Zerrát. Mit is mondhatnék? Haldun is hallott veszekedést még a múlt héten. Ömer azt mondta, hogy az apja megütötte. Mi? Ne viccelj! Te is hallottad, Jansu? Mi van? Most komolyan nincs jobb témánk, mint a gondnok lányának magánélete. Lara, ha akarsz, bemehetünk a szobámba. Kösz, de inkább nem. Megint mi jöttünk el az ő házához. Elég szánalmas.
Nem hallottad, hogy mit mondott az ügyvéd, Halle? A nő egy lírára perelt minket. Nem a pénz kell neki, csak bocsánat kérés. Végül is neki van igaza, miért nem kérsz bocsánatot? Oké, de nem fog hinni nekünk. Fog, ha látja, hogy komolyan gondoljuk. Jó napot. Jó napot. Megint eljöttünk. Miért? Hölgyem, sajnálom, hibáztunk. Azt hittük, ön is olyan, mint mindenki más. Tudja, manapság mindenki pénzt akar. Azt gondoltuk, hogy maga is. A nejemmel nem akartuk megsérteni, csak... Ezért kerestük meg magát újra, hogy most ténylegesen bocsánatot kérjünk. Higgy el, nem rossz szándékkal tettem. Amint megtaláltam a gyűrűt, rögtön hívtam a rendőröket, hogy tisztázzák a nevét. És ha nem találja meg a gyűrűt? Hm? Feltúrták az otthonomat. A fiam megrémült, sírt. Mi tényleg nagyon sajnáljuk, asszonyom. Nem akartuk megbántani. Rendben, értékelem a gesztust, hogy újra eljöttek hozzám. Elfogadom a bocsánatkérést. Köszönöm. Igazán. Köszönöm. Nincs mit. Tükörben úgy is látni fogsz. Mindig veled vagyok. Csöngettek. Pillanat. Ne menj sehová. Nagyon jó voltál hozzám. Szükségem van rád. Miért büntetsz engem így? Ha? Thank you.
Van. Reggelig üldöztük őket, és csak ezeket a fotókat tudtuk csinálni. Nem látszik semmit. Ez Emir Serafulu új játéka, nem? Pontosan. Most vette az apja. Ott alszik. Wow, micsoda hír! De hát alszik. Az lenne a jó, ha egy lánnyal lenne. Se baj. A srác ívott, berúgott és két szakadás. Anya? Arra várok, hogy elbúcsúzz tőlem. Édesem, elbambultam, sajnálom. Ha apa megjön, mérges lesz rám, azt fogja mondani, hogy nem vigyázok rád. Miért mondaná? Mert beteg vagy. Már tök régóta beteg vagy. Semmi bajom, kicsim. Jól vagyok. De ha tovább aggodalmaskodsz, el fogsz késni a suliból. Akkor tényleg dühös lesz az apád. Rendben, elindulok. Gyere, Jan! Várj, Jan! Este áthívom a bátyádat. Oké, apa megjön, biztos el akar majd menni valahova az egész családdal. Igen, ügyes legyél. Halló? Unál, Kemal vagyok. Hogy van, Kemal? Unál, az embereimnek hírei vannak, ezért hívtalak. Félek megkérdezni. Már megint kiperelve minket? Nem, semmi ilyesmi. Reggel fotókat közöltek a fiáról. Részegen aludt a kocsijában. Tényleg? Érdekes, köszönöm. Nincs mit. Felhívjam az újságot? Köszönöm. Nem. Írjanak csak, amit akarnak. Nem tudok megvédeni valakit, aki még saját magát sem tudja megvédeni. Köszönöm. Emir, elmondanád, mit művelsz? Apa, most nem tudok beszélni. Lezuhanyozok és megyek suliba. Szabad ne feledd. Majd beszélünk. Emir, állj meg! Mit képzelsz magadról? Emir! Hozzád beszélek, fiam! Unál, mi ez a veszekedés? Na, most már igazi család vagyunk, apa. Igen. Jó napot, Riza Ilmaz. Igen, én vagyok. Igen. Elfogadták a hitelkérelmét. 3 munkanapon belül be kellene jönnie a bankba, hogy megkössük a szerződést. Rendben, bemegyek. Köszönöm.
Istenem, segíts! Halló, Vejsel? Rézá vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Hol voltál? Csomószor hívtalak. Miért nem hívtál vissza? Korájjal voltam. Kibékültetek? Igen. Tudod, nem bír haragudni rám. Gyere, menjünk be. Elmondom a részleteket. Oké, menjünk. Feria! Hogy van apukád? Jól van, megoperálták. Egy ideig diétáznia kell. Feria! El kell mondanom valami fontosat. Feria, bocsánat. Elrabolhatom Güncsit. Persze. Akkor majd suli után beszélünk. Szia. Szia. Mi a baj? Add vissza a CD-t, Güncse. Hogyan? Akkor miért adtad oda koráj? Hogy megnézzem popcorn zabálás közben, aztán visszaadjam? Keményen dolgoztam azon, hogy megszerezzem a képeket. És miért? Hogy aztán feladjam és elfelejtsem, amit láttam. Miért hátrálsz meg? Mit mondott? Mivel tudott megint manipulálni? Hán, de nem tudja, hogy nálad van a CD. Sőt, egyáltalán nem is tud a CD-ről. Nem hiszek neked. Meg akartam állítani. Azt hittem, menni fog. Dühös voltam, de már elmúlt. Mi változott? Legutóbb úgy tűnt, hogy elvesztett téged. Hogy tudott visszanyerni koráj? Nem kellett visszanyernie, sosem vesztette. Képtelen lennék utálni Handét. Ő Hande. Teljesen mindegy, hogy mit tesz. Engem nem tud elveszíteni. Günce, nem tudnám őt bántani. Akármilyen szörnyűséget is tesz, nem tudnám bántani. Szerelmes vagy belé, igaz? Günce, megteszek bármit, csak add vissza. Megteszel nekem bármit, hogy megvéd Handét? Akkor... felejtsd el őt. Mi? Hallottad. Szakítsd meg a kapcsolatot Handéval. És a CD a tiéd. Günce, ne csináld! Nem akarhatod ezt. Mi folyik itt? Mondjatok valamit! Koráj, mi van veled? Megváltoztál. Koráj és Hande már nem létezik.
Megnézi, uram? Két fajtánk is van. Valódi aranygyűrűhöz. Biztos szép. De sajnos mi itt nem árulunk ilyen drága gyűrűket. Á, ezek prémium kategóriás dobozok. Tudja mit? Adjon egyet. Mennyi? Egyet? Adja csak. A cég ajándéka, a magáé. Ugyan. Én is ajándékba viszem. Tegy el. Köszönöm, uram. Sok sikert. Szép napot! Felfogták, hogy nem a pénzüket akarom. És ezúttal komolyan gondolták a bocsánatkérést. Az ilyen ügyek mindig bemocskolják a hírnevüket. Talán nem akarták vállalni a kockázatot, ezért keresték fel. Hát, talán... Tényleg csak a jó hírüket féltik, de legalább megerőltették magukat, hogy megússzák a bíróságot. Minden esetre ez megkönnyíti a dolgunkat a bíróságon. Na, nem. Én nem megyek a bíróságra. Ez biztos? Igen, biztos. Csak egy bocsánatkérést akartam, és megtették. Ez nekem bőven elég, nem vágyom többre. Ha tényleg így gondolja, az én munkám itt véget ért. Köszönöm szépen. Semmiség. Szép napot. Viszlát. Sajnos Zerá nincs itt, hogy teával kínáljon. Semmi baj, Riza, lesz még alkalmunk teázni. Nézd, megkaptuk a hitelt. Szóval innentől már semmi okunk a panaszra. Viszont vannak kamatok és kockázatok. Olvassuk el a szerződést és beszéljük át jó alaposan. Már is aggodalmaskodsz, Riza. Nem tudnál egy kicsit örülni velem? Nem aggodalmaskodom. De elővigyázatosnak kell lennünk, Vejszel. Jaj, ugyan már. Viszont egy kicsit neheztelek rád, Riza. Nem szép dolog, hogy meg sem említetted az esküvőt. Milyen esküvő? Még csak az eljegyzés volt meg. Azért nem mondtam, mert még nem tűztük ki a dátumot. Drága Riza, Isten szeret téged. Megnyitjuk a boltot, és abból gyűjthetsz pénzt az esküvőre. Egy előre elrendezett házasság. A mai világban eléggé drága mulatság. Günce? Hm? Miért nem jöttél órára? Nem akartam. Történt valami? Hazamegyek. Akartál mondani valamit? Fontosnak tűnt. Nem most beszéljük meg. Majd később, oké? Oké. Szia! Ande! Bökd ki, hogy mire célozgatott korábban. Hát nem nyilvánvaló. Tovább mondta Feriának. Veszekedtetek? Unatkozom. Ande, beszélhetnénk. Oké, megyek. Igazad volt, Hande. Günce tényleg baromságokat terjesztett rólunk. Feria mindent félreértett. Hande,
Kérlek, beszélj vele, és oldd meg valahogy. Emir, oldd meg magad. Han, de... Szia, tesó! Jan! Hogy vagy, Jan? A bátyámmal találkozom. Nehogy azt hitt, hogy csak szórakozni jöttem ide. Mi sem szórakozunk a bátyáddal, drágám. Üdvözlöm anyukádat. Jó szórakozást! Hétfőn elmegyünk a bankba és elhozzuk a pénzt. Aztán felkeressük a boltot, ha? Mit szólsz hozzá, Riza? Menjünk. Menjünk. De még nem beszéltem Zerával. Talán baj lenne belőle? Nem akarom megijeszteni azzal, hogy bankügyeket intézünk és hiteleket veszünk fel. Biztos aggódna. Akármit tervezünk a jövőben, elmondom neki. Igen, igen, jól mondod, Riza. A hölgyek túlságosan sokat aggódnak. Én megbántam, hogy elmondtam a nejemnek. Rögtön pánik és fejetlenség. Hagyd csak, Riza. Jó napot, Zera. Jó napot önnek is, Vejszel úr. Én csak Riza, hogy léte felől érdeklődtem. Akkor sok szerencsét. Hallom, Feriát férjhez adják. Mennem kell. Szervusz, szervusz. Szóval, Zera, vége a bírósági ügynek, ha? Igen, vége van. Látnod kellett volna, milyen kedvesen beszéltek. Megint bocsánatot kértek, ezek után egy szavam sem lehet. Gratulálok, anya. Kétszer is megmutattad nekik. Ez meg mi? Mit csináltál? Összegyűrted? Ne! Vékonyan göngyölt fel. Nagyon vékonyan, nagyon vékonyan. Egy kis súlynyi vastagság, ura. Ferje, ha férjez mész, akkor mindent te főzöl majd, ugye? Ömer, nyisd ki az ajtót. Bácsi! Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét, kedves Halil! Gyere be, fiam! Gyere! Mi újság? Ilyen késői órában nem illik. Holnap Mehmet nyitja a boltot, szóval elhoztam a kulcsot. Csókolom a kezedet, Feria! Köszi! Szóval, holnap nagyon szép időnk lesz. Riza úr, ha nem bánja, elvinném valahová Feriát. Örül, hogy itt vagy. Ezért mosolyog álmában. Anya, jól vagy? Igen. Igen. Miért kérded? Fáradtnak tűnsz. Nem. Nem.
Egy ideje sokat olvasok éjszakánként. Magányos hobbi. És ezért nem alszom eleget. Emir? Van valami programot holnapra? Holnap megpróbálok helyrehozni egy félreértést. Feriával kapcsolatban? Hamarosan elhozom Feriát vacsorázni. Te megőrültél! Mindannyian megőrültetek! A kapban! Még meghallja! Nem érdekel, hogy meghallja! Már beszélni sincs jogom! Az Istenért ez az én életem! Elegem van a baromságaitokból! Hányadik században élünk mi? Anya, áruld már el, mi ez? Felnőtt ember vagyok! Bármikor megtehetem, hogy kisétálok az ajtón, és soha többé nem láttok! Mit képzelsz magadról? Hogy beszélsz velem, Feria? Senkinek nincs joga helyettem dönteni! Senkinek sincs joga rosszul dönteni helyettem! Most boldog vagy? Mi? Már megint megbántottad. Csőlátásúak vagyunk, mi? Így akarod meggyőzni a csőlátású apádat? Szégyen. Szégyen. Te meg mit bámulsz? Ez isteni finom, anya. És imádom az új szobám. Na, ne mondd. A régi szobát talán nem tetszett. Úgy emlékszem, hogy azt mondtad, jobb, mint ami apánál van. Habár az is lehet, hogy anya és lánya megunták az otthonunkat. Na jó, én bemegyek a szobámba. Hallod, anya, nem láttad a laptop töltőmet? Nem, kicsikém. Majd vacsi után megkeresem. Biztos elpakolta a takarítónő. Végül új takarító lesz, igaz? Azt hittem, Jansó kibékül majd Feriával. Ő az egyetlen barátja. Nem tudom. Majd, ha meghív az esküvőjére. Mi? Feleségül megy a fiúhoz az újságból? Hülyeségeket beszélsz, Pelin. Ha jól értettem, akkor az apja fogja férjhez adni valakihez. Lányok... Tényleg ennyire érdekel titeket a gondnok lányának a magánélete? Házasságra kényszerítik, anya? Nem tudom, kicsikém. Őszintén szólva nem igazán érdekel, mit csinál az a család. Figyelj csak, Jansu! Nem lehet, hogy az apja azért adja férjhez, mert látta a fiúval az újságban, amit kidobtál? Jaj, drágám. Pelin, mondtam, hogy ne beszélj hülyeségeket. Most miért vagy rám ilyen dühös? Ha, Pelin, elég. Mégis kilátna meg egy újságot a szemétben.
Nem hagyott, hogy végigmondjam. Nem dobta ki a szemétbe, csak az ajtó elé tette ki. Amikor elmentem apával és Feri apja, épp akkor jött seperni. Ha azért rakta volna ki, hogy meglássa, az elég csúnya lenne. Te meg miről beszélsz? Hazudik, megőrült! Hogy én hazudok? Talán nem raktad ki az újságokat? Elég már, fogd be, Pelin! Mindenki próbáljon megnyugodni! Pelin, Jansu szinte a testvéred! Ne legyél udvariatlan! Mi rosszat mondott? Csak látott valamit és elmondta! Nagyon jó! Be akar mocskolni és az anyja még őt védi, ez fantasztikus! Sanem, tisztában vagy velem, mit állítasz? Azt mondod, hogy a lányom csapdát állított a gondnok lányának? Én csak azt mondom, amit láttam. Miért vagy ilyen dühös? Nem te raktad ki az ajtó elé? Így volt, nem? Elég, mondtam, hogy fogd be! Fogd be! Jansu, mit csinálsz? Jansu! A lányodat védett helyettem. Miért is lepődöm meg? Mert anya vagy, igaz? Nekem is volt anyám, Sanem. De meghalt. Te pedig mindig is át akartad venni a helyét. Az anyám úgy hatt meg, hogy tudott rólad. Sosem szerettél. Nem akarsz engem. Sosem akartál. Kértem, hogy ne dobd ki a függönyt. Mondtam, hogy anyával vettem, de te kidobtad. El akarták küldeni Amerikába, de nem sikerült. Most pedig össze akarsz ugrasztani minket apával, de miért? Azért, mert utálsz, én is utálok, és a lányodat is. Jansu, viselkedj! Utállak! Elég volt! Mit művelsz? Atyaék! Elég volt ebből! Gratulálok, Sanem! Elmegyünk innen. Gyere! Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı. További magyar hangok: Bekár Adrien, Herman Lilla, Timon Barnabás, Verkes Boglárka, Petridis Christos, Laudon Andrea. Magyar szöveg: Polá Petra. Hangmérnök: Nagy Márk. Gyártásvezető: Boskó Andrea. Szinkronrendező: Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető: Kovács Anita. Szakla beni orada çocuk yanım ile sarmala. Kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana.